Ez már... Most pedig egy nagyon is fontos témát taglalunk, és fontos témáról beszélgetünk, mégpedig két orvostanhallgatóval, Fekete Szilviával és Kis Norberttel. Ez pedig tulajdonképpen a szexuális felvilágosítás, amiről mindig beszélünk, hogy szükség van rá, de én szerintem az is nagyon fontos, hogy kitől hallja ezeket a felvilágosításokat az ember, mert hogy a családban biztosan, tehát ez óhatatlan, ugye, ez nálatok is megvolt, de aztán, hogy milyen tanácsot fogad el, lehet, hogy egy korosztályában közelebb álló embertől jobban. Talán ezért is fontos, hogy ti, ha megengeditek, tegezlek benneteket, orvostanhallgatóként jártok közösségekbe, és tulajdonképpen kamaszoknak tartotok felvilágosítást. Hát igen, egyrészt ugye van egy alaptudásunk, ami szükséges ehhez. Tisztában vagyunk ott az anatómiai ismeretekkel, valamint a szexuális betegségekkel. Úgyhogy ezért ez az ifjú tudósok társasága, ez szervezett nekünk egy ilyen programot, és volt egy ilyen, részt vettünk egy kurzuson, és azóta így aktívan tartunk felvilágosító órákat. Na most ez, igen, mondjad, Gabi, mondjad. Hogy hogyan kezditek, tehát hogyan vezetitek fel ezt az egészet, engem az érdekelne. Általában bemutatkozunk, elmondjuk, hogy honnan jöttünk és miért. Ezeket a órákat egyedül tartjuk, tehát a tanár nincsen bent. És, arról ez szoktunk, fontos? Ez miért fontos, ez hogy a tanár nincs bent? Hogy nyitottabbak legyenek. Igen. Egészen máshogy állnak a gyerekek hozzá. És mernek is kérdezni? Tehát érzitek azt az interaktivitást, hogy akkor ott megindul egy párbeszéd? Mert én szerintem egy ilyen foglalkozáson az nagyon fontos lenne, hogy ti elmondjátok, de ha nem csapódik le, hogy ez hogyan rakodik le, és nyit-e meg kérdéseket bennük, akkor nektek sincs visszajelzés, az nem jó. Igen, ezt így óra elején én mindig elmondom, hogy ez nagyon hasznos, hogyha így szépen csendben meghallgatják, hogy miket mondok, de persze itt azért jöttünk, hogy itt mindent tisztázzunk, és itt nyugodtan kérdezhetnek, ami nem világos nekik. Most mennyi az, mekkora az a korosztály, ahova ti jártok? Járunk 6. osztálytól általános iskolában, egészen 12. gimnáziumban. Aha, na de most akkor azért az egy viszonylag nagyobb váltás abban, hogy elég hamar elkezdődik már a gyerekeknél az, hogy sok mindent tudnak. Mennyire kell azt az ajtótól kezdeni, hogy vagy már érzitek, hogy a gyerekek sokkal többet tudnak, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Mindig így kérdezgetünk sokat, hogy egyrészt így elősegítjük, hogy ez interaktív legyen, és így fölmérjük, hogy mennyit tud az adott osztály a témából, és akkor az szerint tartjuk az előadást, szóval nagyon rugalmasnak kell lenni, az biztos. Most mutatunk ugye diákat a nézőknek, amit ti is használtok ezeken a felvilágosító órákon, most ők is látják, de mennyire érzitek azt, mondjuk induljunk ki abból a 6. korosztályból, hogy amire én utaltam az előbb, hogy tényleg sokat tudnak a gyerekek. Tehát ha azt mondjuk, hogy szexuális felvilágosítás, az egy nagyon globálisan nagy szelet. Tehát mire kell nektek a hangsúlyt helyezni? Hát a foglalkozásgátlás az egy fontos pont, tehát jelkeljük a nem kívánt terhességet, a biztonságos szexuális élet pedig a másik, tehát hogy ne kapjanak el semmilyen fertőzést, ami nemi úton terjed. 6. gyerekekkel ugyanazt a kontextust engeditek meg, vagy megpróbáltok egy picit az ő nyelvezetükön beszélni? Más a kontextus, tehát próbálunk olyan példákat hozni, amik közelebb állnak hozzájuk, vagy egyszerűbb nyelvezetet használni. Uh-huh. Hát nem tanultak annyi biológiát, mint a... Az nagyon tipikus, hogy a 6. osztályosok általában pont abban a korban vannak, amikor a szexualitás egy hihetetlen tabú, és ilyen három méteres disztanc van, hogyha az ember elkezdi boncolgatni ezt a témát. Be tudtok férni a résen? Tehát igen, megtaláljátok a hangot velük? Igen, hogy igazából minden óra az teljesen más, szóval alkalmazkodni kell, hogy éppen miket kérdeznek, és akkor így adott esetben teljesen egy más irányt vesz az egész óra. Hát az elején szoktak lenni ilyen nevetgélések persze, de aztán ez sikerül áthidalni, és sikerül beszélgetni tényleg. Hát én kívánom, hogy minél több helyre eljussatok, és minél több gyerekkel beszéljetek, mert ez nagyon fontos aztán a felnőtt élethez. De ha már a szexualitásról beszélünk, Kletner Anikó, szexuálpszichológus, vár bennünket. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mert hogy alapvetően Anikó...